Először fordul elő a Zsolnai Örökségkezelő NKFT történetében, hogy az eddig megszokottól eltérő módon választanak ügyvezetőt a cég élére. A 2010-es LKF program egyik zászlós hajójaként alapították a céget, ezért fontos, hogy olyan szakember irányítsa a vállalatot, aki beteljesíti azt a küldetést, amiért annak idején alapították, fogalmazott Pécs alpolgármestere. Pályázatot írtunk ki az ügyvezetői igazgató pozícióra. Mint ismeretes, tavaly évvégén határozott időre neveztünk ki egy ügyvezetőigazgatót, akinek mandátuma ugyan májusban lejárt, de a pandémia miatt ez automatikusan hosszabbodott. Az ő pozíciója tehát pályázat útján kerül majd betöltésre Pécs városában. Az új vezetőtől azt várják el, hogy ne csak a kommunikáció és a turisztika terén legyen járatos, hanem a gazdasági ügyekben is. A Zsök mellett hamarosan a Pécsi Nemzeti Színház élére is új ügyvezetőt kell kinevezni. Ebben az esetben is pályázat útján jelentkezhetnek a szakemberek, ezt törvény írja elő. A jelöltek közül egy 9 fős szakmai bizottság választja ki az új igazgatót. Egy főt ad a minisztérium, 4 fő érkezik majd a színház szakmai szervezetektől a bizottságba, 2 főt ad az önkormányzat, és itt szeretném hangsúlyozni, hogy a területért felelős alpolgármester mellett egy kulturpolitikus is bekerült a bizottságba, és ezen kívül a színház munkavállalói közül lesz 1 fő benne a bizottságban, és az érdekvédelmi szervezettől is 1 fő. Rázga Miklós jelenlegi igazgató mandátuma 2021. február 15-én jár le. A pályázatok benyújtása és a megfelelő szakember kiválasztása után az új ügyvezető február 16-án veszi át a Pécsi Nemzeti Színház vezetését, megbízása pedig 5 évre szól.